ennek most sikerülnie kell. Innen nincs visszaút. Én tisztult büszke lenne rám. Érzem, hogy győzni fogok. Kőpapírolló! Kőpapírolló! Yes! 2-1! Gyere! Kőpapírolló! 2-2! Na jó, gyere! Kőpapírolló! Yes! Összehoztuk végre a párbajt, ahogy láthatjátok, semmi gond, kiderült az, hogy ki is nyert, Doma. Még megnézem, hogy hol csaltál. No, hát ez... Na jó, ezt nem kérjük vállalom. Kérjük a videóbírót, kérjük nagy a videóbírót. Nagy Viktor nyerte ezt a párbajt, de igazából nem is ez a lényeg, hanem hogy most is jövünk az ajánlóval. Kivételesen hagytam Vityát, hogy hadd nyerjen, mert így ő ajánlhat 2 meccset, én pedig egyet fogok. De amiket ajánlottam volna, azt tudom, hogy úgy is nézitek, mert azok nálunk mennek a Spieleren. A legjobb olasz csapatokat vasárnap majd nálunk a Digisporton láthatjátok, biztosan Doma is nézni fogja, hiszen 15 órától jön majd az Atalanta és a Juventus meccse, úgyhogy mondhatjuk, hogy az utóbbi évek kiemelkedő olasz együttesei egymás ellen játszanak, akik majd nem mellesleg egyébként a Coppa Italia fináliában is találkoznak, úgyhogy 15 óra, Digisport 1, Atalanta Juventus. Még jó, hogy Vitya vasárnapi meccset mondott, mert én a szombat estére ajánlok programot nézőkkel a Wembley-ben. 10 000-en lesznek kint a Chelsea-Manchester City FA Kupa erődöntőn, úgyhogy ez egy igazi ínyenceknek való mérkőzésnek ígérte. Az előbb azt mondtam, hogy az utóbbi évek kiemelkedő olasz csapatai, de hát vasárnap este 3:49-től Nápolyban az idei év kiemelkedő csapata játszik majd. Antonio Conte Intere a 11. győzelmére hajt zsinórban. 3:49, Digisport 1, Napoli 1. A jövő héten is jövünk párbajjal és ajánlóval. Reméljük addigra kitavaszodik, mert bármilyen hosszú a tél egyszer, ennek is vége lesz. Sziasztok! Sziasztok! Yeah.